jól érzem én azt, hogy most, ahol mi vagyunk, az a legfölöslegesebb tudományoknak a szentélye? Hát az ember nem szívesen érzi magát fölöslegesnek, mert hogy azért mindig abban reménykedünk, hogy amit csinálunk, az valahol nem fölösleges. Mit csinálunk, tehát ez a négy ember, aki ezen a tanszéken van speciál, arról csomó dolgot lehet mondani, tehát ez itt a logika tanszék. Logikával és tudományfilozófiával foglalkozunk. Erről mindig el lehet mondani azt, hogy nem fölösleges, mert vannak alkalmazásai a filozófián kívül, matematikában, számítógéptudományban, igazából a fizika és a filozófia határterületén mozgó kutatásokat végez az egyik kollégám. Azért ez egy filozófiai intézetnek az egyik tanszéke, és én rossz védelemnek tartom azt a magunk tevékenysége szempontjából, hogy mi azért nem vagyunk feleslegesek, mert máshogy alkalmaznak minket. Azért itt, speciál a filozófiai intézetben azért nem vagyunk feleslegesek, mert amivel foglalkozunk, az 2400 éve Arisztotelész óta része a filozófiának, és a filozófia mint olyan úgy gondolom nem fölösleges, a filozófia ez egy olyan vállalkozás, amikor az ember nem a világot vizsgálja, hanem magának a világhoz való viszonyát. Nagyon-nagyon különböző módon, tehát ami itt mondjuk az én dolgaimban a matematika alapjaival, a matematika filozófiájával foglalkozik, arról úgy nehéz látni, hogy hol van benne az ember. De igenis ott van benne az a kérdés, hogy hol vannak az emberi megismerésnek a logikai, a racionális megismerés lehetőségének a határai. És erre vonatkoznak a legfontosabb eredmények, amiket mi tanítunk, továbbfejlesztünk a magunk szerény módján. Bizonyára nagyon sokan fölöslegesnek éreznek minket, mint ahogy nagyon sokan fölöslegesnek éreznek sok minden mást is, tudományokban is. Az ember szereti azt hinni, hogy amit csinál, ami hivatása, itt azt hiszem, hogy nem nagy szó hivatással beszélni, az nem fölösleges, arra valamilyen értelemben szükség van. Hogy ez így van-e, azt én ugyanúgy nem tudom eldönteni, mint ahogy egy bulvárlap nem tudja eldönteni. Ugyan bulvárlapra utal, de egy politikai napilap indította el azt a hadjáratot, ami szerint fölösleges dolgokkal foglalkoznak a közpénzéből filozófusok. Emellett még csalnak is, de már az is meg van kérdőjelezve, hogy egyáltalán értelme van-e annak, amit csinálnak. Milyen szinten, tehát önök nyilván a tudomány nyelvén gondolkodnak nap mint nap, és színvonalakat meg tudnak egymástól valamilyen formában különböztetni. Milyen színvonalon megy ez a dolog ön szerint? Ezzel kínos ezzel foglalkozni, tehát amikor én egy politikai napilapra, amire rákérdezett, amit említett teljes joggal, én azt a kifejezést használtam, hogy bulvár sajtó, ez azt hiszem, hogy még akkor is enyhén fogalmaztam, tehát ez egy politikai napilaptól, amelyik az értelmiség egy része számára is irányadónak tekinti és véli magát, Nem a tudomány színvonalához, a tudomány és a sajtó az más dolog. A saját színvonalához nem méltó, még a bulvár sajtó is túl jó kifejezés ehhez, ez az úcska revolver sajtó, amelyik néhány valós, de önmagában semmit mondó, semmit nem jelentő tényt összerak egy csomó gyanúsítgatással, egy csomó hazugsággal, egy csomó pejoratívan hangzó kifejezéssel, aminek a felhangjai semmivel nincsenek alátámasztva. Ezek itt mindössze vannak keverve, és ennyire nívótlan megnyilvánulásokat én a sajtóban sem szívesen olvasok. A sajtó és a tudomány
feladata, irányultsága, megkövetelt intellektuális színvonal, ezek nem összemérhető dolgok, teljesen különböző dolgok. Nekem nem az a bajom, hogy itt nem tudományos eszék születnek, hanem az, hogy ez mint sajtó. Igen, de a sajtóba se ötödik elemi után kerülnek az emberek. Tehát ott is azt hiszem, hogy a 21. században Magyarországon megkövetelik a, mondjuk a legalább egy, gondolom, hogy a felsőfokú végzettsége, de egyefene lehet, hogy valahol elég a középfokú végzését is. Egy ilyen dolgozattal, amilyenekkel itt bombázzák az embereket, ha valaki önnél vizsgázni kívánna, milyen messzire jutna el? Hát itt, itt tanítunk mi érveléstechnikát is, elemzünk szövegeket, vizsgáljuk a logikai koherenciájukat. Érdekes, tehát nem tudatlan emberek azok, akik ezt csinálják. Csak éppen a tudásuk az nem arra irányul, hogy információkat közöljenek, és azt megértessék az emberekkel. Itt a koherenciát ezekben a szövegekben gyűlöletre hívó szavak teremtik meg, és nem úgy, mint egy tisztességes érvelésben állításoknak az egymásra fonódása, egymásra támaszkodása. Asszociációk és olyan asszociációk, amik célzottak, amiknek a felhangjaik mondanak igazán sokat, és nem az, amit állítanak, mert azokból az állításokból, amik itt elhangzanak, míg ha mindig azok lennének is, amiről szó nincs, nagyon keveset lehetne összerakni. Tehát itt nem a logikai konzisztencia, vagy koherencia, vagy összetartozás képezi a kapcsolat ezek között az állítások között, hanem a tényektől teljesen független hangulatkeltő elemek. Ezek az emberek az ilyenfajta tényezőkre való rájátszás, tehát amit Arisztotelésztől kezdve a retorikában a nem logikai elemek ként tárgyalnak, azokkal való bánásban ezek az emberek igazán ügyesek. Csak Arisztotelész a logikai művének, az Organonnak, a hetedik könyvének szánta a retorikát egyesek szerint legalábbis, mindenképpen szorosan összetartozik vele, és állandóan hivatkozik a logikai művére. No, ez aztán nincsen jelen ezekben a szakfejtésekben. De valami célja mégiscsak van ennek a támadás sorozatnak. Hát a célja az nyilván minden résztvevő számára is, ez egy sok tényezős játék, azt látni kell, az sokféle, nyilvánvalóan vannak céljai, hát természetesen, hogyha én mondom, tartanám azt, hogy én itt a retorikával valami párhuzamban a dolgot, meg akarjuk győzni a tömeget, a hallgatóságot valamiről, és ezzel természetesen célunk van, hogy mozgósítsunk, hogy pozíciókat szerezzünk magunknak, hogy a saját politikai céljainkat előmozgósítsuk, kinek más. Én abban keveredtem vitába az interneten, Facebookon, egyébként nagyon kedves kollégáimmal és olyan emberekkel, akiket alapjában is teljes alkozelezettséggel támogatok ebben a háborúban, hogy én itt a saját kollégáinknak, annak a néhány kollégának, aki ebben részt vett, a tevékenységét tartom nagyon fontosnak és nagyon elítélendőnek. Ő számukra ez a szakmai pozíciószerzés a különböző okokból, és ezek nem feltétlenül és nem elsődlegesen politikai okok, általuk nem kedvelt emberek háttérbe szorítása és saját maguk és környékük előtérbe helyezése a cél, ez is egy cél. Az, amit itt mindenki leleplezett már, és ami biztos, hogy ott van a célok között, az a jelenlegi hatalomnak a célja, hogy a neki nem kellemes dolgokat mondó embereket nem az érveiknek a cáfolásával, mert az nehezebb dolog, hanem az erkölcsi betegetítésükkel, ami ugyan ebben független attól, hogy amit mondanak-e az igaz vagy nem, de a hitelüket alá lehet ásni, hogy ezzel gyengítse a pozíciójukat és gyengítse a
jelenlegi kormányzat ellen irányuló kritikának az élét és az erkölcsi súlyát. A sajtónak, szerintem az, annak az egy-két újságnak, amelyik ebben részt vesz, a szempontjai azok, ha vannak önálló szempontjaik, akkor az, hogy itt a saját olvasóközönségüket el tudják látni a napi betevővel, ami ezúttal nem információ, hanem ezek a Magyar Hírlap is, Magyar Nemzet is, ezek véleménylapok, csoportlapok, nem az az elsődleges céljuk, hogy aki kinyitja őket, az megtudja, hogy mi van a világban és mi van Magyarországon. Az az elsődleges céljuk, hogy egy véleménycsoportot összetartsanak érzelmi, indulati, egyéb szinteken. Erre ez kiváló apropónak bizonyul. Főleg hát itt most a legérdekesebb, a legutóbbi napok fejleményeiből az, hogy Pálinkás elnök úr, az akadémia elnöke kiadott egy nyilatkozatot, ami meglehetősen kétoldalú volt. Erre is ütött egy kicsit, arra is ütött egy kicsit. No, erről a ezt a kommunikét, ez egy MTI kommuniké volt eredetileg, ezek a lapok nem közölték, ellenben azt a részét, ami az ő véleményükkel paralel valamennyire, bár szó sincs arról, hogy itt Pálinkás József erre a szintre leereszkedett volna, de vannak bizonyos momentumok a nyilatkozatában, ami paralellek az említett sajtótermékeknek az irányvonalával. Ezeket utólag kommentárokban, tudósításokban kimazsolázgatják. Tehát ilyen mértékig nincs arról szó, hogy egy ő általuk rettentő nagy terjedelemben politikai napilaphoz képest egy igazából nem prominens politikai témát tekintve elképesztő terjedelemben pertraktált ügyben egy nagyon súlyos személyiség nyilatkozatáról, magáról a nyilatkozatról nem tudósítanak, azt nem közlik. Közölték ellenben, és erre kevesen emlékeznek, ma egy órával ezelőtt hívták föl a figyelmemet rá, hogy a Magyar Nemzet közölte az MTA Filozófiai Kutatóintézete igazgatójának az ugyancsak MTA kommunikéje február 10-én, és február 11-én kezdte a maga sajtókampányát. Ezért mondom azt, hogy én az ebben résztvevő kollégáknak a kiemelkedő felelősségét hangsúlyozom, és nem annyira a politikai hatalomét, amelyiknek ez a dolog sok tekintetben jól jött. Hogy ki kezdte el, azt egyikünk sem fogja tudni. Itt nincsenek olyan tények, amiket bármelyikünknek az orrára kötnének. De minden esetre az, hogy a saját kollégáink ebben ilyen csúf módon részt vettek, ez önmagában egy elég súlyos tény, és számomra itt a hatalom ilyen irányú ügyködésénél talán még fontosabb tény. És megmondom miért, ez nekem egy nagyon régi emlékem, még matematikus hallgatókoromból való emlékem. Volt már ilyen, hogy ő egy szakmának egy bizonyos köre politikai segítséggel próbálta a szakmának a belső erőviszonyait, és ennek megfelelően a szakmán belüli különböző csoportok forrásokhoz való jutását, térhez való jutását befolyásolni. Ez volt a matematikusok belháborúja, ami a 60-es, 70-es éveket végigkísérte. Én már 72-ben matematikus hallgatóként, amikor elkezdtem a tanulmányaimat ebbe a légkörbe érkeztem meg, és amíg matematikusok között voltam, éltem, közelebbről tájékozódtam, persze hát tájékozódom azóta is, meg barátaim vannak, mi egyéb, de már nem az én közegem, amíg az én közegem volt, addig ez tartott.
ez egy nagyon csúnya háborúság volt, amit egyik oldalról itt az ELTE-n a helyi pártszerveknek a segítségével vívtak olyan fiatal emberek, akik úgy gondolták, hogy az akkori idősebb nemzetközi tekintélyen rendelkező matematikusok azok ővelük, mint nem polgári származásúakkal szemben ellenségesek, nem fogadják be őket, azért nem jutnak megfelelő lehetőséghez és megfelelő eredményhez, nem tudnak elérni megfelelő eredményeket, elveszik előlük a teret, a lehetőséget, és hozzátették azt, hogy itt ők hasznos matematikával foglalkoznak, míg ellenben, akik a magyar matematikának a hagyományos élvonalát képezik, azok mutatós, de haszontalan úri huncutságokkal foglalkoznak. De ez a bizonyos előbb említett társaság, amelyik kirobbantotta ezt a dolgot, ez maga, legalábbis az itteni pesti képviselői, ezek szakmailag, én merném azt állítani, hogy rendkívül gyengék voltak, időnként az egyetemi óráiknak a színvonala is kritikán aluli volt, a kutatási eredményességük akkor is, amikor már nagyon sok mindent megnyertek, akkor is meglehetősen gyenge volt. De volt nekik olyan támogatójuk, aki tényleg nagy matematikus volt, nem akarom nevén nevezni, nagy matematikus volt, világhírű ember, valamilyen értelemben az akkori tudománypolitika, hivatalos tudománypolitika által sértett ember. Szegeden volt professzor egyébként. Én tisztelem őt, és azért a tevékenységének a negatív oldalai, egy negatív közéleti szerep, amit sajnos elvállalt, az kerül szóba, nem akarom én az ő nevét itt pertraktálni. Ő bizonyos helyeken, Bolyai Társulatban, akadémián időnként kiállt ezek mellett az emberek mellett, akiket azt hiszem szakmailag nem tartott különösebben sokra, legalábbis kádermozgás az ilyen elkötelezettségű budapesti tanszékek és az ő szegedi tanszékek között nem volt. Mi lett az eredménye ennek? Ennek félelmetes eredményei voltak. Az a magyar matematika, ami tényleg a világ élvonalában volt, világ élvonalában lévő nem egy iskola, hanem több iskola, mert matematika több ágában különböző emberek, különböző érdeklődési emberek tevékenykedtek. Ez erősen háttérbe szorult, évekig nem jutott, sok-sok évig nem jutott állásokhoz, vagy alig-alig egészen elvétve. Sokan elmentek, hiszen akkor ők el tudtak menni megfelelő színvonalúak révén. Európában, Amerikában? Európában, főleg Amerikában. Nagyon-nagyon rossz hatást tett az oktatásra, az egyetemi oktatásra, és én ezt éreztem, láttam. Részben a saját matematikus évfolyamon, részben a párhuzamos matematika-fizika tanárszakos évfolyamon. És aztán, hogy a feleségem 3 évig Szegeden volt matematika-fizika tanárszakos hallgató, úgy megbeszéltük egymással a tapasztalatokat, és láttam, hogy miről van szó. Pesten nem annyira matematikus szakon, mert az inkább az egyik oldal befolyása alatt állt mindig is, szakmailag erősebb oldal befolyása alatt, a tanárszakon, amelyiket párhuzamosan működtettek, nem volt közös mérce, nem volt közös szint, nem lehetett tudni, hogy mi a teljesítmény, mit kell egy hallgatónak mindenképpen teljesítenie, és ez nagyon-nagyon súlyos károkat okozott. Összehasonlításképpen a Szegedi Egyetemmel, Szegeden is többféle ember volt, és ott sem mindegyik professzor szerette a másik professzort. De nem robbantották föl a helyzetet.
Szegednek az inputja, a hallgatói inputja az oda jelentkezőknek az átlagszintje jóval gyengébb volt, mint a Budapesti. Egyszerűen Budapestnek behozhatatlan előnyei vannak hallgatótorbozás szempontjából. Ez meglátszott. Ennek ellenére az outputja legalább olyan jó volt, vagy jobb volt. Egyszerűen azért, mert egységes mérce volt. Mert tudták, hogy ők mit követelnek meg a hallgatóktól, és ez nem azon múlott, hogy ki melyik tanszékhez vagy szakmai csoportosuláshoz tartozik. Ez ilyen egyszerű, tehát ebben tud az ilyesmi vészes dolgokat produkálni, és magasabb szinten, tehát már oktatói, fiatalkutatói, doktorandusi ilyesmi szinteken az ilyen szakmai belháborúságok mindig kiváló terepet biztosítanak olyan embereknek, akik a valamelyik párthoz való tartozásuk révén kívánnak előre jutni, és nem a szakmai képességeik érdemességük révén. Rengeteg példát tudnék rámondani, nem akarok most már nem érdekes eseményekbe, és itt most nem érdekes embereknek az életébe belemenni, lehetne volt. Egyszerűen, tehát a követelmény szinteknek, a normáknak az összetörésével jár az ilyen belháborúság. Tehát amikor azt kezdem nézni, hogy ki az én barátom és ki az ellenségeim barátja, az egyetemi hallgató szinttől fel a tanszéki munkatársi szintig pusztító. És ettől félek én, ennek a megismétlődésétől félek. És azt teszem hozzá, amiért azt mondtam, amit az elején mondtam, és amire azt mondta, hogy nem egészen ezt akarta kérdezni, a magyar filozófia az egy ilyen regenerációs periódusban van szerintem. Az újra felfejlődés, a felzárkózás periódusában, és nem a világ élvonalában vannak a legjobbjai, mint a matematikának voltak. Itt nincsenek olyan tartalékok, mint amilyenek a matematikának voltak, mert igazából a magyar matematikának az, ami az élvonalának tekinthető, az túlélte ezeket a háborúságokat, bajokat, bár komoly károkat okozott neki. Egy kis tréfa, ami egyébként a hasznosság kérdéséhez tartozik, hogy ami a 60-as években leginkább úri huncusságnak volt kiáltva, a véges matematika, a kombinatorika, ez egy tágabb környék, de nagy magyar iskolája van és volt mindig. Ez az utolsó körülbelül 30 évben az alkalmazási szempontból, ha úgy tetszik, közvetlen hasznossági szempontból kiemelkedően a legfontosabb ágazattá vált, és az, hogy ennek a magyar iskolája túlélte ezt a belháborút, bár nagyon célba volt véve a hasznos matematika művelőinek szempontjából, oldaláról, ez ma óriási előny, mert világhírű embereknek a sora Magyarországon működő világszínvonalú képzésnek, kutatásnak a nagy tömege. Köszönhető annak, hogy ők mégiscsak vannak, és Magyarországon is vannak, bár jó nagy részt külföldön, és sokan vannak olyanok, akik felerész vagy kisebb felerész vannak Magyarországon, és nagyobb részt külföldön. Azt hiszem, ezt is érdemes, mint tanulságot ugye hasznosság kérdéséhez hozzávenni. Soha nem lehet tudni, hogy mi lesz hasznos. De érdekes ez akkor, amikor egészen más dolgokról van szó, például a hatalom alátámasztásáról, vagy esetleg a hatalmat viselők kritikájának az eliminálásáról. Tehát fordítanék egy kicsit, mert az előbb azon gondolkodtam, és lehet, hogy ebben nincs igazam, hogy azt hiszem, hogy nehezebb dolga van itt levizsgáznia egy diáknak, mint annak az embernek, aki elég jó kapcsolatot ápol a hatalommal ahhoz, hogy adott esetben itt az ön főnöke legyen, tehát mondjuk rektornak kinevezzék egy egyetem élére, és aztán majd a rektor megteszi a magáét, leváltja, akit le kell váltani, meghagyja, akit meg kell hagyni, hiszen ez a történelemben nagyon sokszor előfordult már. Ugye nem tévedek, ha azt gondolom, hogy kisebb képességek kellenek ahhoz, hogy valakit a hatalom kiválasszon
egy ilyen szerepre, mint hogy egy jó vizsgát tegyen? Hát erre volt példa a filozófiában mindig is, most is lesz, így van. Ez így van. Én úgy gondolom, hogy ezek az emberek jönnek, mennek, a filozófia az marad. Tehát ezeket, az, hogy néhány igyekvő ember pozíciókat szerez, ez eléggé csúnya, kellemetlen és káros dolog. Igazából nem, nincs köztünk nézeteltérés. Tehát amiről én beszélek, az ezeknek a hatása, következménye. És itt hatalmi pozíciók vannak megszerezve, úgy ahogy 60-as, 70-es években úgy szintén hatalmi pozíciók voltak. Megszerezve, tanszékek, jó, akkor volt olyan pozíció, hogy pártbizottság. Az most szerencsére nincsen. Akkor még azt is elmondom, mert ez már indiszkréciós, az én számomra szimpatikus emberekre vett talán rossz fényt. Akkor viszont volt a rossz szolgák mellett, sokan úgy gondolták, hogy van egy jó király is, akihez be lehet menni, tehát be lehetett menni a pártközpontba, vagy a miniszterelnökségre a céllelvtárshoz, és a céllelvtárs ebben, lehet, hogy most nagyon csúnya szót mondok, amilyen gyalázatos szerepet játszott a 73-as filozófius perben, a matematikus háborúságban a szerepe ellenkező volt, alapjában pozitív volt, amikor nagyon itt a komoly matematikusoknak nagyon a tortára tették a kést, akkor általában leszólt és megvédte őket. Tehát ez egy más harci terep volt. De én akkor igazából, tehát ahhoz írnem kellett egy kicsit, emberileg, szellemileg, világlátásban, hogy rájöjjek, hogy hogy a jó király beavatkozása is pusztító. Tehát az, hogy itt Acél György szólt le az egyetemre sokszor, hogy ne csinálják már ezt, kérem, az itt a szerintem jobbik oldalt is tisztességes, rendes kívülálló mástudománnyal foglalkozó emberek szemében lejáratta, kompromittáló volt, és ahhoz kellett nekem egy kicsit benőnöm, hogy benőjön a fejem lágya, hogy lássam, hogy ezeknek a maguk szempontjából igazuk van. Ezt sem lehet. És mindenből arra akarok kiukadni most, arra válaszol, amit kérdezett, hogy amikor a politikát hozzuk bele tudományos csatározásokba, ezek nem tudományos csatározások, tudósok közötti csatározások mindig vannak, a forrás, a lehetőség az mindig kevés, tűdjön, marakodik sok szopósborjú, és ezek nagyon egymásnak tudnak menni. Ez mindig így volt, és ez nem szép, de egy bizonyos mértékig elviselhető. Amikor ilyenben valaki a politikát segítségül hívja, az mindig és csak is pusztító tud lenni. Az értékrendszereket dönt romba, az a meglévő konfliktusokat végtelenségig élezi, életre halára konfliktusokká élezi. Tehát én ebből a szemszögből nézem ezt a történetet. Kicsit tényleg másképp, mint más beleszólók. Tévedek-e, hogyha Nyíri Kristófra gondolok, akkor, hogyha analógiát keresek a régi és a mostani történet között? Ugyanis én az ő televíziós megszólalásai alapján úgy látom, hogy ő az, aki részben keveselte a helyet, amit az általa képviselt filozófia irányzat, ami egyébként éppen az ön szakmájával, ha én jól értem, hát határos vele, közel áll hozzá. Közel álló, tehát mint ahogy én olvastam, ő matematikusnak akart inkább lenni, mint filozófusnak, de valahogy úgy alakult, hogy ezt a két szakot sikerült fölvenni. És matematikusnak is kiváló tehetség volt, ez így van.
És ő úgy érzi, hogy az mesebeszéd, ugye, amit Hellerék, akkor most megint csak itt a csoportot, önkényesen alakított csoport, de mégiscsak azok az elismert, hát idős emberek egyébként, akik, hát nem tudom, a mostani megtámadóinak a szülei generációit képviselik, rájuk vonatkozik, tehát amikor hozzájuk képest több közvetlenül hasznosuló filozófiának, tehát az övének követel több teret és több támogatást. Valahonnan indul, innen, részben innen indulhatott, ha én jól érzem, ez az egész történet. Igen, ezt sajnos meg kell mondani, hogy így van, és ehhez hozzá kell tenni, hogy Nyíri az én megítélésem, az én tudomásom szerint, az szerint, amit én láttam tőle, zseniális ember. De hogy ez az egész, tehát itt az, és itt nyíltan arról volt szó, hogy lesöpörni másokat, lesöpörni más kutatási irányokat, gondolkodói stílusokat. Hogy ez miért kell neki, miért jó neki, miért gondolja azt, hogy ő neki erre szüksége van, ezt végképp nem tudom megérteni. Itt, ha összeszámoltam, legalább 160 millió forintos támogatást kapott az elmúlt években, 40-valahány milliót ugyanabból az alapból, ahonnan az, a most megtámadott filozófusok, és egyébként pedig, hát nem tudom, nagy telekommunikációs társaságoktól, illetve a magyar államtól 290 millió körüli összeget. Ezekkel miért nincs vajon neki baja? Először is én azt gondolom, hogy az, hogy ő a különböző állami csapokon kívüli, vagy állami alapkutatásokra számára megnyitható csapokon kívüli csapokból tudott forrásokat szerezni filozófiai kutatások számára, és sokszor tényleg tehetséges fiatal embereknek a szerződtetésére, szakmában tartására számára, ez egy önmagában egy nagyon pozitív tevékenység. Tehát itt ugyanolyan dolgokról van szó, mint mondjuk a többi pályázat esetében, ugyanúgy a vádak úgy hangzanak el, hogy ezek a filozófusok, Heller, Vajda, Radnóti zsebükbe eltettek 10 milliókat, és utána leporolták a tenyerüket. Vagy pedig arról van szó, hogy különböző intézmények rajtuk keresztül jutottak olyan pénzekhez, tehát magyarán munkához, amikhez nélkülük nem tudtak volna jutni. És hogy miért nem tudtak jutni? Azért, mert a politika úgy döntött, hogy ilyen célra vagy olyan célra ad pénzt, amolyan célra nem ad pénzt. Ezek a döntések, ezek valamilyen szinten mindig, hogy mondjam, önkényes, valamilyen önkényességet biztos, hogy tartalmaznak, hiszen a politika dönt, elosztja azt a pénzt, amit beszed a társadalomtól, és utána szétosztja. Valamit fontosnak ítél, valamit nem. Valamit azért, sajnos úgy látom én legalábbis, hogy azért ítél fontosnak, mert valakinek a valakije műveli. Ahogy Ceausescu felesége, aki vegyész volt, ugye felvirágoztatta Romániában a vegyi tudományt, ezen az alapon bármilyen országban, bármikor, hogyha kitör a diktatúra, akkor bármilyen tudományágat előnybe lehet juttatni. Tehát hol tartunk, hol vagyunk mi 1989-hez képest? Hát ezek, az, hogy itt zsebre tettek pénzt, ezek ugye, mint tudjuk, megegyeztetünk abban, hogy ezek közönséges rágalmak, itt nagyon sok szinten vannak föltéve a kérdések. Egy az, hogy maguk a pályázati pénzek kiutalásánál történtek-e pénzügyi szabálytalanságok, ez ugye egy könyvelői szakkérdés, amit vizsgálatok lezárása előtt bármilyen sajtóban megszellőztetni, azzal, hogy mi úgy hallottuk, hogy ez
nyugodtan komolytalannak tekinthetjük. Amit tudománypolitikára tartozik, az az, hogy tényleg a megfelelő emberek megfelelő kutatásra kaptak-e pénzt. Akkor én most elárulom, hogy a 2005-ös pályázati fordulóban be volt adva egy pályázat, aminek én is alvállalkozója, az egyik részprojekt vezetője lettem volna, ez a pályázat nem nyert. Most én erre mondhatom azt, hogy akik elbírálták, azok azok pikkeltek a logikára, és pikkeltek arra a keményebb és exaktabb tárgyalási módra, ami annak az egész projektnek a jellemzője lett volna. És egyébként lehet, hogy ebben van is valami. Tehát ha valakiben van a zsűriben, akkor nem tudja az egész saját szakmai habitusát, és még sok minden egyebet kihagyni a ruhatárban, úgy bírál el, ahogy elbírál. Ennek a ferdességein segíthetne a kisebb központosítás, segíthetne, hogyha több hely lenne, többféle zsűri lenne. Egyik központban is valaki ülne, és a valakinek is lenne egy világlátása, annak is azért mondom, a kisebb központosítás, a decentralizáció segíthetne valamennyire. Tehát, hogyha több csap volna, többféle zsűri volna, akkor talán valahogy jobban mennének a dolgok. Egyébként az egész NKFP, amikor Pálinkás József ezt kitalálta 2001-ben, ez egy kicsit erre mozdult el az OTKA-hoz képest, tehát hogy az OTKA mellett keletkezett még egy forrás. Lehet azt mondani, hogy túlzottan aránytalanul bővízű forrás, illetve aránytalanul nagy pályázatokat indítottak ebben. Pálinkás József is többször hasonlította az OTKA-ban elnyerhető pénzekhez, csak nem mondta azt, hogy ő kezdte el azt, hogy ilyen 40-50 milliós... 90 milliós pályázatokat nyertek akkor el, egyébként jobboldali tudósok. Persze. Azzal miért nincs probléma? Hát ezek ilyen evidens, magától értetődő kérdések, hogy azzal miért nincs probléma. Egyébként én végignéztem a 2001-es, a 2004-es és a 2005-ös nyertesek listáját. Mindegyik lista plurális volt, ha lehet ilyen szempontot tenni. Szerintem ostobaság volna alapjában véve egy ilyen szempont, hogy egy... hogy pályázat, tudományos kutatási pályázatok vezetőinek a névsorát osztályozok politikai hozzáállás szerint. Igen, de sajnos ez történik. Igen, demokráciában ez rendben van, de egy diktatúrában már nincs rendben az, hogy pluralizmus legyen, de diktatúrában annak kell lenni, amit én akarok. Na igen, itt nem tartottunk 2001-ben sem, 2004-ben sem, 2005-ben sem. Kíváncsi vagyok, hogy a következő pályázatok nál ez hogyan lesz, ami most megy, az ugye látjuk, tehát ez is ahhoz tartozik, amit én mondok, hogy tud ez értékrendszereket rombolni az ilyesmi, hogy a következő pályázatoknál megvan az ideológia arra, hogy X-ék miért nem kapnak, és Y-ék miért kapnak, ez egy nyomulás, hogy mekkora eredménnyel fog járni, azt meglátjuk. Az optimális eredmény itt az, amit én akár elviselhetőnek is tartanék, függetlenül attól, hogy eddig az volt a baj, hogy túl exakt volt, amit csinálunk, ezután meg majd az lesz a baj, hogy itt többen is egyébként erről a tanszékről, nem csak én, jártatjuk a szájunkat bal oldalon. De az, hogyha egyszerűen csak egy súlyeltolódás történik, tehát azért a 2001-es nyerteseknek a névsorát végigolvassa az ember, ott is vannak jobboldaliak és baloldaliak, és azért baloldaliak kevesebben, 2004-2005-ben lehet, hogy ez egy kicsit ellenkező irányba volt eltolva a dolog. Ha itt csak annyi fog történni, hogy egy kicsit most megint eltolódik, hogy inkább azok kapnak, és inkább mások kapnak kevesebbet, de ilyen egyrészt-másrészt listák lesznek azért, az úgy a mindennapi élet szintjén, mindennapos gyakorlat szintjén elviselhető volna, csak éppen az a
az alapvető és elvileg rossz benne, hogy itt azért szerintem őrület így olvasni ezeket a listákat, de ezeket így olvassák. Tehát itt igazából a már valahol bent lévő emberek azért előnyben vannak, és ez kevéssé innovatív, így kevésbé lesznek például fiatalok, például új témák. Ez az egész gyakorlat, tehát, hogy egy kicsit nekik is eleget tesszünk, azért a mieinket jobban szeretjük, ez elsősorban a fiatalok előretörésének az, és az új témák előretörésének áll, ez az elvi baja. De amiről itt még szó van, és amire célzott, van még egy momentum, amit fel szeretnék venni. Az, hogy milyen is a filozófia, hogy olyan-e, amilyen a mondjuk formális tudományfilozófia, ami részben már fizika, matematika, vagy olyan, mint a Nyirinek a kommunikáció filozófiája, vagy olyan filozófiai eszészika, mint Vajda Mihálynak a kiváló művei. Itt megint arról van szó, hogy a vagy-vagy az egy igen negatív dolog, és a vagy-vagy az csak úgy szólhat, hogy én itt most valakiket ki akarok nyírni, ki akarok söpörni a filozófiából, nem akarok rossz névvicceket elkövetni. A filozófia hagyománya, hagyományos művelési módja, az, hogy a filozófia azért közönségnek is szól, a filozófia halott akkor, hogyha csak filozófusoknak szól, az tevékenységeknek, stílusoknak, megközelítéseknek egy nagyon széles skáláját engedi meg, amiben belefér mindegyik, akár a két szélet, tehát én igazából Vajda Mihály tevékenységét és azt, amit mit csinálunk, annak az egész formális részét tekinteném a skála két végpontjának, de közte minden előfordul, és úgy gondolom, hogy mindennek elő is kell fordulnia. És hogyha nagyon rossz indulatúan szándékokat akarok belemagyarázni abba, ami itt történt, hátsó szándékokat, amiket nem kötöttek az orromra, csak föltételezhetek, akkor az az volt, hogy itt azok, akik most az esszéisztikusabb, irodalomhoz közelebb álló filozófiának a tönkretételére vették az irányt, arra számítottak, hogy itt azok, akik mondjuk ennek a széles skálának egy nagyon távoli pontján, vagy az ellenkező végpontján állnak, azok hallgatni fognak, és némi kár örömmel fogják ezt szemlélni. Én viszont azt gondolom, mint ahogy mi egyébként, úgy, mint formális logikusok szemben a dialektikus logikával, ennek a tanszék, ez a tanszék és az elődjei nagyon megszenvedett már ilyen politikai ügyeket régen. Úgy gondolom, hogy ha ezt velük meg lehet csinálni, akkor meg lehet csinálni velünk is. Hogy ezek a módszerek, az, hogy ennek a széles skálának egy részét megpróbáljuk kitakarítani, és nyomulni próbálunk mások rovására, ezek a módszerek semmiképpen nem elfogadhatóak. És ez ellen mindenkinek tiltakoznia kell, mint ahogy a szakmának én azt hiszem, hogy a 90%-os többsége tiltakozik is. Épp mikor önhöz indultam, akkor olvastam az ELTE dékánjának az ügyben. ELTE bölcsészkar dékánjának, bocsánat, a bölcsészkar dékánjának az ebben az ügyben megírt levelét. Én úgy gondolom, hogy itt Dezső Tamás dékán úrnak a megnyilvánulása az a lehető legjobb volt. Én még igazából nem gondoltam át minden mondatát, futólag, nagyon futólag olvastam, nekem is most jött a számítógépemre, miközben azért itt vizsgáztattunk, és hál' Istennek még azzal is foglalkozunk emellett az ügy mellett. De úgy gondolom, hogy végre egy eléggé egyértelmű és nagyon tisztességes nyilatkozat született. Azt nem egészen értem, hogy ez miért nincs leadva az MTI-nek, de lehet, hogy le lesz. A könyvégetéseknek milyen százaléka lehetett a történelem során valamilyen módon filozófiai gondolkodással kapcsolatban? De hát könyveket nem tudom mennyire égettek filozófiailag, filozófust azt égettek, tehát, mint tudjuk. Tehát amikor lehet, hogy nem tettem fel a kérdést. Tehát a kérdésem az, hogy az elégetett könyveknek, a célba vett könyveknek,
a mágiára küldött gondolatoknak milyen százaléka lehet az, amelyik filozófiához kapcsolható a történelem során? Az ön most nyilván nem tudja, de az érzése szerint. Én úgy gondolom, hogy nem túl nagy. Néha nagyon-nagyon érzékeny területre tapintottak rá a filozófusok. Giordano Bruno a felvilágosodás filozófiai, sokan mások. És viszont sajnos az nem kivételes jelenség, hogy jelentős gondolkodók az ellenkező szerepben is előfordulnak. Afrodiziászi Alexandros kiváló Arisztotelész kommentátor volt a Krisztus után II.-III. században. Van egy magyarul is a sztoikus etikai antológiában olvasható az Uralkodókhoz a Fátumról című eredetileg beszéde, amit a császárhoz, Septimius Severushoz és fiához, aki már társcsászárként uralkodott, ahhoz intézett, és ami jó nagy rész arról szól, hogy a sztoikusok milyen veszélyes etikai nézeteket hirdetnek. Sajnos. Igen. Nem újdonság ez. Tehát, hogy bizonyos egy filozófus hívja föl a hatalom figyelmét arra, hogy más filozófusok milyen kedvezőtlennek a hatalom számára. Szomorú, ez nem szolgál ennek a szakmának a dicsőségére, és azt sem szolgál, hogy ez tényleg egy kiválóság volt, aki ezt megtette. Nem járt jól vele, ő sem igazából, de másoknak ártott, és azt hiszem, hogy ez az, amit tanulságképpen meg kellene szívlelni. Köszönöm szépen.